Sziasztok, Nejo 12 vagyok. A térképünk Ruinberg, a tankunk a T-10-es, tehát a szovjetek egyik 9-es szintű heavy tankja, a parancsnokát pedig Hawk 420-nak hívják. Hawk 420-szal nem olyan régen találkoztatok egy videóban, a II. Világháborús csapatkiosztás másik oldalán, a németek oldalán harcolt egy E-100-assal, hát most megpróbálja, hogy ilyen is a szovjetek oldalán harcolni. Nézzük a lőszer kiosztását, ugye 14 darab AP lőszer, 14 darab hit, illetve 2 darab repesz lőszer. Ennek nézzük a tulajdonságait. Ugye rendkívül jó a sebzése, 442-58 az átlagos páncélátütés, és akkor itt ez a hit lőszer, ennek pedig 340-es az átlagos páncélátütés. Hát azt gondolom, hogy mindenki álma egy ilyen lőszer, illetve 68 repeszé. Már aki lőszerekkel álmodik. Na tehát... Akkor azt mondja, hogy nézzük, hogyan is osztódik a csapat. Nézd ki, hogy a város irányába is ment egy T-10-es, illetve ide. Ugye, itt egy kicsit kevesebben, TVP közép, itt a Panther pedig az előbb átkukucskált a dombon, de szerencsére nem sikerült felteríteni. Azért a T-10-es egy kicsit olyan, mint egy ilyen félmed, fél heavy, rendkívül gyors, rendkívül mozgékony, tehát igazából azt gondolom, hogy eléggé használható egy ilyen meccs stílussal, például talán a páncélottsága nem is annyira erős, de azért hajlamos pattintani, de azért nem is olyan ördöngős dolog beütni. És igazából elég jó látótávja van, hiszen most a Tigris P-t az ő jóvoltából sebezték, illetve sikerült kiosztani az első sebzést, illetve megúszni a Panthertől egyet, a T-13-astól viszont nem sikerült. Egyből rá a toronyra, rá a csőre, és ott a cső tönkre is ment. Szerencsére lehet javítani. Azt gondolom, hogy a legokosabb dolog volt a Wargaming részéről bevezetni az újrahasznosítható, illetve eldobható csereszavatos dolgokat, tehát hogy többször is fel lehet őket használni. Ugye látjátok, hogy nagyon egybe vannak a körök, rá is kérdeztem erre Hawknál, hogy ez miért van, és elmondta, hogy kivette a ventilátort és távcsövet használ helyette. De hogy megmaradjanak a tank jó tulajdonság, ezért pótellátmánnyal szokta a csatáit vívni, amit itt elfelejtett berakni, tehát itt most a pótellátmány hiányzik. A Leo kapott egy szép embereset, ráadásul 2 darab kritikust, a Panther pedig egyet derítette. Jóvatosan, hiszen középről ide lehet lőni. Ment a levesbe ez a lövés. Az pedig egy nagyon szép célpont. Gyönyörűen az oldalába. T-43-as elméletileg egyetlen egy lövéssel lehet vinni, hiszen 440 az átlagos sebzés. Természetesen ilyenkor nem adja meg az átlagot, hanem csak 400 lett kiosztva. És viszont megszületett az első frag. 9.19-es, ez volt az első repje, amit feltöltöttek a replay oldalamra. Azért is halljátok, hogy a női legénység ilyen szépen vagy, hát... Nem mondom, hogy kellemes női hangon, de női hangon beszél. Na, ha előre jön, és előre is jött, tehát egy 4.68-at lehetett ismét sebezni belé. Hát úgy néz ki, hogy az 5-től lefelé elbukik minden, már úgy értem az 5-ös, illetve az 1-es sor között, tehát az az oldal lesz az övék. Hát a városon mentek, azok nem nagyon úszták meg, a KV-13-as még retteg a sarokba.
A végén esetleg, hogyha nem felejtjük el, akkor megnézhetjük az eredménylistából. Harcolt ő rendesen, illetve lőtt is, ami a csövön kifér, de sajnos nem talált el, illetve nem is sikerült sebeznie. Lőve megpróbált elosonni, de nem sikerült neki. De igazából azért múrikál itt, mert felzárkózhatna az Indian PZ-hez vagy bárkihez, viszont hogyha nagyon elmegy és netán az M103-as úgy dönt, vagy netán még valaki úgy suranó pályán beép középre, vagyis hát a bázisukhoz akár befoglalhatja, és igaz, hogy gyors a tank, de hát nem biztos, hogy beér annyi idő alatt. Na nézzük, a Leo mit cselekszik ott középütt. Úgy néz ki, a Type 4 heavy-be lőtte egyet, hát most vagy az oldalába, vagy a fenekébe. Prémium lőszer az igazából nem tudom, viszont ő prémiumot töltött, és 3.27, és Tomek mehetett haza. Rettentő jó ez a 3.40-es átütés, tehát kimagaslóan jó. Igazából nem gond leküzdeni vele egyetlen egy tankot sem. Egy nagyon picit a hitlőszernek kisebb a kezdeti sebessége, a torkolati sebessége, mint a normál lőszernek. Annak 9.40, a hitlőszeré 9.20, de igazából ez nem nagyon észrevehető így. Tehát bátran lehet váltogatni, hol az egyiket, hol a másikat. Attól függően, kinek mi ez van gusztusa. M103-as szerencsére nem foglalt, viszont rettentően gyorsan elkanyarodott, de úgy néz ki, hogy hátul is van szeme, mert föl is derítette rögtön. De be is lőtte. 4.53. Nézzük csak meg, hogy hova is ment az a lövés. Ahol a... itt a lyuk. Ez bizony itt talált el. T-54-es, visszaadtuk a képet. 4.15 maradt benne, második lövése is elment a levesbe. A T-50-es egy kis fázis késéssel lőtt rá. Talán nincs rendben a pingje. Na akkor most az M103-as mit cselekedhet? Kerülhet például. Elárulom nektek, hogy került is egyébként, úgyhogy nagyon jó érzékkel fordult ebbe az irányba, és meg is jelent. Ráadásul az oldalával, hogy ide lőjenek, de azért ő is sebzett. Na és vajon kilő elő? De mind a ketten lőttek, az M103-as csak egy kritikus tudott lőni. T-54-es, E-1-es, 374, 374, 374, és nincs betöltve. Hihetetlen. Kilőtt kettőt, akkor már valószínűleg egy hiányzott a tárból. Kilőtt kettőt, most lőtt egyet. Hát, még ilyet. Igazából meg is adta az árát, tehát valószínűleg amikor még hátul volt, akkor újra kellett volna neki tölteni. Hát ezt nem jól csinálta. A T-29-es prémium lőszerrel gond nélkül beviszi, szerintem, úgy emlékszem, hogy... Na de mindketten csak a halott bajtás tankjának romját lövik. Azért drágá erre a hitlőszer, hogy azt bontogassák vele. Úgy látom, megpróbálja megtéveszteni a T-29-et. De amikor eltűnt róla a spot, ugye akkor azt lássa, hogy a másik irányba mozdul. Hoppá, valaki pedig szerte hagyta a köveket. És ezek nem lerombolhatók. Na de a T-29-et nem lehetett megtéveszteni. És egy 58-as sebzés sikerült bevinni a T-29-nek. Repesz rombolóval. Ezt pedig egy kicsit jobban megérte, mint az előző találat, amit a T-54-es hullájába vitt, de azért ez a 17, vagy ez a 47 HP, amit leütött belőle, 47, azért ez elég drága lövés volt, hogyha a hitlőszer árát vesztük alapul, de igazából ilyenkor az a cél, hogy hújjon a férges, nem pedig, hogy mennyi maradjon a zsebünkbe. Oni, T-34-1-es vitte az Onit,
csak az IS-3-as pedig úgy döntötte, hogy elintézi a T-29-est. Nem egyszerű azért a T-29 az IS-3 ellen harcolni, azért az IS-3 nagyon jó tank. Na, a T-34-es mit cselekszik? Igen, tulajdonképpen jól gondolja Hawk, hiszen jöhet mondjuk erre, az IS-3-as jöhet mondjuk erre, de éppensége mehet fölfelé is, és akkor itt a súranó pályán oldalba kapja őket. Hát azért van itt választás. Bármiféle dolgok közbe jöhetnek. Hát több mint valószínű, hogy nincs itt az IS-3-as, ha csak nem a fal mellett ilyen dörzsölt fickó módjára lopakszik. De most már az sem. Hát akkor több mint valószínű, hogy középen fog jönni. Akkor viszont óvatosan, mert lőhet. Igen, azért is jelzi, hogy ott kéne figyelni a T-34-1-esnek, nem pedig. Hát a T-34-1-es pedig megtanult csúnyán írni. És hát bizony, ez be is kapott egy 4-21-est. 53 HP-ja maradt, most már csak 219 az IS-3-asnak, és akkor megszületett a 7. frag. Azért csak összehozták, elég gyorsan, elég pörgősen, igazából nem volt unatkozni valónk. Na, akkor nyomjunk egy okét, és akkor nézzük meg az eredménylapot. Na, itt meg is érkeztünk az eredménylistára. Tehát ez egy tankászt ért, egy nagy kaliber, egy Top Gun, illetve egy harckocsizó mesterlövész. Nézhetjük a VN8 értéket. Statisztika javító VN8 érték. Féleképpen 23-ból 20 találat, ez 87%-os majdnem. Ha megnézzük a 9-es heviket pontosság szempontjából, akkor a T10-es a 7. helyet foglalja el. Van átlagosan 75% a találati aránya neki, tehát most ezen egy kicsit javított Hawk. Azt mondja, hogy volt egy pici spot sebzés is, hirtelen ki se tudtam mondani ezt a nehéz szót, hogy spot, illetve egy páncél által felfogott, valamint 13 kritikus találat, 19 páncél átütés, ebből lett a 6512 sebzés, illetve a 7 tank, amely megsemmisítődött. Nézzük a csapatpontokat. 1588 az alap XP, és akkor nézzük meg, hogy mit. 3121 volt még a 300 méternél nagyobb távolságban leadott, ugye azért nyert a harckocsizó mesterlövész, illetve itt volt egy 3,5 kilométeres megtett út. Na, részletes jelentés. Hát bizony, ebből ugye nagyon messzire nem lehet elutazni, vagy nagyon sok mindent nem lehet vásárolni. Ez ugye még szerencse, hogy nem volt benne a pótellátmány, mert akkor ugye még kevesebb maradt volna, viszont akkor lehet, hogy több lett volna a sebzés, hiszen egy picit jobban működnek ezek a lányok, főleg, hogyha kapnak egy kis rúst is a kajájuk mellé, vagy én nem is tudom, hogy mivel lehetne őket arra rábírni, hogy még jobban tankozzanak. Tehát a 90.000-nél picit valószínűleg több lett volna. Na, ez volt Hawk csatája, még valamit azért szeretnék megmutatni ezzel az oldallal kapcsolatban, hogy ha most feltöltötök az oldalra, akkor előfordulhat, hogy azt veszitek észre, hogy talán hogy nincs meg a repitek, hiszen összesen két oldal van, tehát ebből Hawkot ugye most a legelső, de nem kell megijedni, hiszen most az történt, hogy a szűrők közé bekerült egy kliens verzió szűrő, amelyek között lehet keresgélni, az azt jelenti, hogyha bemixelitek mondjuk a 9.18-asokat és arra rányomtok a keresésre, akkor előjönnek a dolgok, és meg is van mindenkinek, aki feltöltötte ide a repijét, tehát az mind megvan. Ha még a YouTube-ot is aktiváljátok, nem tudom, hogy éltek ezzel a lehetőséggel, akkor itt is meg lehet nézni tulajdonképpen a videókat, hiszen mindenkinek ki lesz rakva ide egy kis emblém, akinek ugye készült bele a videó, illetve ezt ugye beállítom, és akkor lesz itt egy képernyő, és ezt most elindítanám, akkor saját magamat kommentálhatnám, hogy hogyan is mondom én ezt a videót, illetve hogyan készítek videót. Tehát ez most nem lényeges, tehát térjünk vissza.
9.19-esekre, hiszen itt vagyunk, még hozzáférünk vissza Hóknak az oldalára, és akkor itt is vagyunk. Tehát szeretném még egyszer megköszönni Hóknak, hogy elküldte ezt a repit, illetve hogy levélben információt adott a tankról, illetve a legénységekről, vagy pedig bármiféle dologról. Szeretném kérni, hogyha valaki szeretne videót, akkor mindenféleképpen levelezgessünk egy kicsit. Köszönöm a visszajátszást, nektek köszönöm a figyelmet, nem rabolom tovább az időtöket, további szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra, szervusztok, és hamarosan jelentkezem.